Sziasztok! Én Porció Róbert vagyok, ez pedig a Fotó Plusz Fotó Talk nevezetű műsor. Ez alkalommal Landon Richárdot hívtuk meg, aki elkötelezett OM System, illetve Olympus felhasználó. Vele fogunk most beszélgetni. Sziasztok! És akkor lenne az első kérdésem, hogy hogyan is találkoztál az OM System márkával, vagy eredendően magával az Olympus márkával? Olympus márkának egyébként az első darabja. Uh-huh. Mindjárt a kis kiállítási csarnokba ide ki is uh-huh. csaptam magam mellé. Tudni kell, hogy én nagyon régóta ilyen őrült fotográfia rajongó voltam, mindenféle kamerák, mindenféle eszközök. Ami csak a kezembe került, kipróbáltam, és annó egy jó pár évvel ezelőtt az Olympus egy ilyen érdeklődés volt alapvetően, hogy Olympus, annyit hallottam róla, van mindenféle ilyen-olyan-amolyan kamerám, Olympuson még soha nem volt, megnézek egyet, nem nyúltam azonnal nagyon mélyen a zsebembe, hanem így az alja fele a kínálatnak, abból már ki fog derülni, hogy nem ez akartál jó, nem. Sokat költeni így az elején rá? Nem azzal akartam indítani, ja, egy márka megismerésénél, hogy ráugrok a csúcsmodellre, őrült módon. Egy M10-et kezembe kaparintottam, elkezdtem vele kattogtatni, először még csak a saját kitlencsével, és azt vettem észre, hogy szeretem. Ugye nálam annyit kell tudni róla, hogy vannak ilyen-olyan-amolyan technikai paraméterek és minden egyéb, nem ezek szoktak alapvetően érdekelni egy bizonyos határ, illetve egy bizonyos határig nyilván érdekelnek, de azon túl már nem annyira, hanem hogy szeretem-e megfogni a gépet. És ez pont egy olyan volt, hogy na hát, hogy én eddig ezt a típust nem használtam, vagy nem ismertem. És ugye itt kezdődött a dolog, és aztán nagyon csúnya folytatást vett, és zsebbe nyúlósat, mert hogy jöttek az újabb és újabb szerkentjük, de az az igazság, hogy pont ugyanúgy szeretem őket. És akkor induljunk el is így valahol, hogy most jelenleg, amik itt vannak az asztalon, amiket itt találunk, van egy TG7-es. Ez most gyakorlatilag a line-upnak, a kínálatnak így a legelső modelljét képviseli. Rendelkezel egy EM10-zel, Mark 4-essel, ugye? Illetve van egy ötös is most itt az asztalon. Hát, meg még otthon van. Igen. Egy pár, hát nyilván nem hoztam ide. Ezt a hármat, ahogy beszéltünk is róla, azért hoztam el, mert ez ilyen három különböző felhasználásra. Ugye én elég sokat szoktam utazni, és helyfüggően. Ha nagyon kevés a hely, vagy nagyon kényelmesen akarok utazni, akkor a legkisebb setup. Hogyha már ez a zsebbedugós setup, ez a már a nyakba akasztós setup, aminek az egy szem tartalékobja, amit szoktam magammal vinni, pont elfér egy farmer nadrág zsebébe. Ő pedig már a fotótáskás setup. Ugye ehhez még esetleg jöhetne a 40-150 F4, és akkor tényleg minden le van fedve a gyakorlatilag full frame ekvivalensbe 24-től 300-ig. Plusz van benne egy fényerős is, tehát ez tényleg olyankor, amikor egy kis táskát el tud magába vinni az ember, vagy kifejezetten fotózni indul el. Igen. Azt mi tudjuk róla, de így a nézők talán ezt nem fogják tudni, hogy így OM System-en, Olympuson belül te már azért majdnem mindent kipróbáltál. És hát azért gyakorlatilag magát az optikák tekintetében is már legtöbbet már ilyen-olyan formában, de már próbáltad. Van elég sok egyébként, főleg ez az, ami megcsípett ennél a rendszernél, hogy, és az hülye kifejezés, hogy meglepően jók. Nekem volt meglepetés, hogy mennyire jók. Nyilván, aki régóta használta, ő már ezzel tisztában volt. Most is azt mondom, hogy mind minőségre, mind használhatóságra, karakterük van az optikáknak. Nem akarok ebben most nagyon bélyen belemenni, hogy feltétlenül borzasztó karaktere kell, hogy legyen mindennek, de hogy szerethetőek. Azt hiszem ez a legjobb szó erre. Lehet magyarázni technikai paraméterekkel, minden kutyafülével a dolgot, de nálam az döntött, hogy szeretem őket szeretem megfogni. Ez így kialakult, ugye ti tudjátok rólam, a nézők nem biztos, mindenféle létező rendszerből van mindenféle kamerám, ugye én ilyen ekkora kis gyerekkorom óta gyakorlatilag. El is küldtem szerintem nektek egy fotót, ahol éppen egy balatoni szotüdülőben egy
egy etüd típusú szovjet gyártmányú műanyag, de egyébként 6x6-os rollfémre fotózott már akkor. Azt nem is tudtam egyébként. Ez egy kicsit ilyen mechanikus volt, nem tudom, hogy látott-e már valaki ilyen etüd típusú gépet, de már akkor készült rólam olyan fotó, ahol fényképezőgép lóg a nyakamba, és ugye az azóta eltelt mondjuk jó 50 évbe, is elég sűrű lehetett engem látni valamiféle fényképezőgéppel a zsebembe, a nyakamba, mindenhol. És onnan indultam, hogy nagyon-nagyon sokféle rendszernek, nagyon sokféle gépét próbálgattam ki, elég sok meg is van. Egy darabig el is gondolkoztam egyébként így az elmúlt évtizedekben, hogy most fotózni szeretek, vagy kamerát gyűjteni, mert nem volt egyértelmű a válasz. Filmes is van elég sok, és valahogy úgy vagyok vele ezen a területen is, mint az élet többi területén, hogy arról szeretek véleményt formálni, amiről van saját tapasztalatom. Megvettem, kipróbáltam, esetleg megvettem és eladtam, hogyha nagyon nem tetszett. Sajnos nagyon sok megmaradt belőlük, és mivel bőséges a választási lehetőség, ez az Olympus szeretet, nem is tudom minek hívjam, tehát hogy egyszerűen kedvelem ezt a márkát, ez nem úgy indult, hogy azért kedvelem, mert csak ez van, hanem volt ilyen-olyan mindenféle, és egyszer csak azt vettem észre, hogy amikor csak úgy valamit zsebre akarok tenni, vagy be akarok dobni a táskába, egyre többször és többször valamelyik oli került praktikus bele. Praktikus is, ezek szerint meg van egy érzelmi kötődés is ezekhez. Szerintem annyi az érzelmi kötődés, hogy szeretem őket megfogni, meg jó érzés velük fotózni, azt hiszem ennyi. Tehát, hogy nem biztos, hogy nagy csodákat tudnak technikai paraméterekben. Tudom egyébként nagyjából, tehát ugye fotótechnikailag is képzett vagyok annál nélkül, hogy nem ez a főállásom, tehát nem ezzel keresem a kenyeremet. Erre majd átmegyünk a későbbiekben. Erre majd átmegyünk. Tehát körülbelül tudom, hogy mik a határai, és egyszerűen csak jó őket megfogni. Tehát nem tudom, én haveroknak bevállaltam ilyet, hogy nagy, és ne ilyen kicsi születésnapira bulira gondolj, hanem igazán nagyot, ami azt jelenti, hogy egy ilyen 6-7 órán keresztül kell egy gépet fognod a kezedbe, és hiába jobb paraméterű a másik, hiába tud ilyet is, meg olyat is, meg amolyat is, úgyse senkit, tehát nem az fog senkit érdekelni a nap végén, hogy jó kis pixel-piper módon százszoros nagyításban megnézve, van-e valahol zaj a bal felső sarokban, hanem az fog mindenkit érdekelni, hogy készültek-e olyan fotók, amiből megvan az eseménynek a hangulata, és onnantól, aki fotóz, őneki meg az a legfontosabb, hogy jól érezzem magamat végig, szeressen fogni ezt a gépet, jól álljon a kezembe. Pont nincs itt egyébként szerintem minden idők egyik legjobb fogású gépe az M1. Nyilván fogtál már a kezedbe, te is fogtak, aki még nem fogta, annak szeretettel ajánlom, hogy fogjon meg a kezébe egy M1-et. Aki szeretne M1-et fogni, jöjjön be ide a Foto Plus-ba, és meg lesz rá a lehetősége. Ez volt itt a reklám helye. Egyébként a reklámról annyit nem tértünk ki. Olyan szempontból nem szponzorált ez a tartalom most, tehát, hogy nem igazándiból minden a sajátom. Szívesen jöttem be, és szívesen mesélek róla, mert tényleg szeretem őket. Szeretek velük fotózni, és most már elég sok helyen, elég sok szituációban bizonyítottak, hogy sem a minőségük, sem semmi miatt nem kell különösebben aggódni, és azt hiszem, hogy pont ebből van az, hogy szívesen fogom meg őket. Hát így, hogy már azért van egy múltad így magával a rendszerrel, meg így tényleg saját magadnak is, meg a rendszer is bebizonyította számodra, hogy ez egy tök jól működő gépekből álló márka. Azt hiszem inkább érzelmi alapú a kötődés, ami azért is az utóbbi jó pár évben alakult csak ki, tehát nem vagyok ős Olympusos vagy OM System most már egy pár éve. Nem vagyok olyan elkötelezett sem a márka iránt, hogy fú, csak az Olympus, csak az OM System. Ez így jött, így magától. És te rendelkezel más gépekkel is ezen felül. Van több Leica-m is, azokat is nagyon szeretem. Most nem sorolom fel az összes márkát, de gyakorlatilag, ami Magyarországon forgalomból lévő nagyobb márka, mindegyikből van belépőszintű modell, van amelyikből pro modellek is, van egy rakat objektívem, de rengeteg filmes gépen van. Ugye ez még szintén a gyerekkorban jön, én már akkor a fotószakkörbe űrült módon otthon hívtam elő a plédet, felszolgáltam a falra, hogy meglegyen a sötét kamra, és otthon hívtam elő a filmet, meg a bizományiba vásárolt
orosz gyártmányú táskanagyítógéppel, amire x ideig spóroltam a zseppénzemet, nagyítottam is otthon a fotókat, tehát, és voltam hozzá körülbelül ekkora. Tehát menjünk onnan is hát jött egy ez a dolog. Te rád, magára a személyedre. Rám megyünk át, igen. Vagy térjünk át inkább a személyedre, pontosabban. Tudnál-e magadról egy kicsit így mesélni, szakmádról? Itt hát már magát azt már említetted azt, hogy mi volt az ősi élményed a fotográfiával. Tehát érintőlegesét mondtad, hogy volt ezek szerint egy ilyen 6x7-es. 6x7, tehát 120-as rollfilmre fényképezett ez az etüd típusú gép. Nagyon-nagyon mechanikusan és nagyon-nagyon primitív módon, viszont olyan képek születtek vele, amik a mai napig megvannak még fotóalbumban, tehát így nem tűntek el a digitális útvesztőben, mint mostanában sok kép, ami elkészül. Eredendően én egyébként repültem a hadseregbe. Kivégeztem, akkor még volt Szovjetunió. A diplomázásommal párhuzamosan szűnt meg egyébként. Tehát wow. Nem amiatt, legalábbis bízom benne, de pont akkor 91-ben, amikor kint diplomáztam, akkor szűnt meg gyakorlatilag. Ez egy ilyen turbulens időszak volt. Igen, igen. Repültem itthon a seregbe, ugye nagysebességű repülőgépvezetőként, amit ugye vadászpilótának hív a köznyelv. Majd később átkerültem, repültem még harci helikopteren, és akkor egy pár évvel ezelőtt leszereltem. Korból is mindenből kimentem, tehát azt gondolom, hogy ez volt a civilbe folytatás volt a jó út. Mindig is imádtam katonai pilótát, én nagyon szerettem, de volt egy pont, amikor ezt így már el lehetett engedni. Egyébként a helikopter pilóta az egy teljesen más képzettség, ugye? Tehát ez más, mint a úgymond sima repülőgép pilóta. Nagyon kevesen vannak szerintem magyarországok, akiknek volt lehetőségük. Hát úgy hozta az élet meg a sors, hogy mind harci helikopteren, mind vadászon repülhettek, mert amúgy nem nagyon volt átjárása a kettő között, se ide, se oda. Most ebben nagyon mélyen nem megyek bele, de főleg a helikopteres csapatok ugye a szárazföldi parancsnoksághoz tartoznak, a repülőcsapatok pedig a légierőparancsnoksághoz. Lehet, hogy azóta már változott, mióta nem vagyok benne, de akkor ez volt a rendszer, és ebből kifolyólag sem nagyon volt átjárás a kettő között, és ezt a kérdést, amit most föltettél, már nagyon sokan föltették nekem, hogy melyik a jobb. Annyira más mind a kettő, hogy én azt mondom, hogy mind a kettő jó a maga nemében. Tehát van egy típus, ahol az 1000 méter alatti repülés már kis magasságnak számít, és van egy másik rész, ahol a 15 méter fölötti repülés már nagy magasságnak számít. Tehát, hogy igen, mert ugye a helikopterek azok nagyon magasra nem tudnak azért menni. De fel tudnak menni, csak... Igen? Igen. Mert csak minek? Csak minek? Igen. Nem az a fő feladatuk, aha, hanem az a fő funkciójuk. Mert én azt hittem, hogy ilyen mondjuk ilyen Mont Everest magasság az már nekik ilyen bajosabb. Tehát egy ilyen 7-8 ezer méter az már ilyen... Attól függ, milyen helikopter, amivel én repültem, az egy ilyen 4500-5000 méter körül már... Hát így küzdött az elemekkel, de az az igazság, hogy nem is ez a hétköznapi felhasználási módja, hogy valaki 5000 méteren repüljön egy helikopterrel, arra ott vannak a merev szárnyú típusok, úgyhogy nagyon messze ne kanyarodjunk el. Nagyon messze, ez már tényleg csak inkább önös érdek volt, hogy én ezt meg akartam kérdezni. Ez nem is lesz benne valószínűleg majd a videóban. Ezt tényleg csak én magamnak akartam megtudni. És a hadsereg alatt is... Vagy amíg a hadseregben szolgáltál, az alatt is valamilyen módon művelted a fotózást? Nagyon minimál módon. Nagyon minimál. Nagyon minimál. Kim még a főiskolán egy remekbe Szabocsmen a 8M típusú géppel csináltam néhány fényképet. Ezt szoktam mesélni egyébként, most 2024-ben vagyunk. Már mindenki úgy van, hogy ha előkaptad a zsebedből a mobiltelefont, és ilyetted be rátenyerelti az exponáló gombra, már akkor készül 20 kép egy, nem tudom én, kinézett a gyerek a homokozóból típusú szituációról. Annak idején, amikor mi utaztunk, ilyen 6-7 havonta egyszer lehetett hazajönni. Aha. És azon gondolkoztam, hogy egy tekercs 36-os filmet vigyek el magammal arra a fél évre, vagy kettőt. És aha, ha kettőt viszek, akkor vajon milyen csodát fogok fényképezni a 2x36 kockára. Aztán vittem kettőt, és megtelt, de hogy egy kicsit máshogy működött olyankor a... Ugye klasszik sztori, régi
fényképezőgépet találsz, van még egy benne hagyott film, és igen, van olyan szerencsét, hogy elő tudod hívni, és akkor rajta van az, hogy a gyerek szülinapja, aztán húsvét, aztán egy nyári nyaralásról még kettő, és lehet, hogy a következő évben karácsony szilveszter után került elő hívásra, mert addig sikerült a 24 vagy 36 kockát megtölteni. Igen. Az emberek még máshogy használták a fényképezőgépeket. Más volt teljesen az a mindset, ami mentén így úgy gondolták, meg nem voltak annyira sterilek a... Igen. Hát máshogy, ez saját meglátásom, hogy máshogy gondolkodtunk arra, hogy mit érdemes megörökíteni. Nem csináltunk feltétlenül a reggelinkről vagy az ebédünkről is képet, mint manapság. Figyelj, akinek ez a hobbija, hogy csinál a reggeliéről meg az ebédjéről képet, semmi probléma nincs vele, ha ő ebbe tud kiteljesedni, akkor hajrá. És ez nem egy ilyen hipster lenézése a dolognak, hogy jaj, hát az egy alábbaló, nem, semmivel nem alábbalóbb, csinálja mindenki azt, amiben örömét leli, meg élvezi, meg tetszik neki. Egyébként a gépekre visszatérve, és pont a TG7, a legdöntőbb tényező mellette az, hogy a farmernak a hátsó zsebébe elfér. És bármikor elő tudod kapni. És pontosan ez, hogy tehát annyira gyorsan lehet vele fotózni. Tehát olyan helyeken, ahol én mászkáltam az utóbbi években, és utaztunk nagyon sokat Közel-Keleten, meg idén, mondjuk éppen Szicília, ahol idén voltunk először, az nem annyira a Közel-Kelet, de voltunk aztán Isztambulba, Azerbajdzsánba voltunk egy nagyon jó kis túrán, és pont most egy pár nappal ezelőtt jöttem haza Egyiptomból, ami szintén nem fotóturné volt, tehát nem azért mentem el, hogy fotózzak, hanem hogy azért próbáltam valami könnyen, egyszerűen hordozható gépet a zsebembe dugni, ami miatt nem kell különösebben aggódni, mert ugye nyilván nem viszek el egy olyan setupot, amihez kell egy kis táska, mert senki nem akar egész nap. Hogyha nem a fotózás a célja az utazásnak, akkor nem biztos, hogy szeretnél egész nap még egy egészen kicsi fotós táskát is a nyakadba cipelni, és amikor hirtelen jön egy pillanat, akkor gyorsan előkapni, visszaigazítani a napellenzőt. Tehát, hogy az a fajta fotózás, amikor eleve a nyakadba akasztott géppel mászkálsz valahol. Na most ezeken a, mondjuk tavaly például voltunk Izraelbe egy nagyon jó kis túrán. Nem az a hely, ahol borzasztóan örülnének egy ilyen ágyúcső méretű optikával ellátott, mamutverő fényképezőgéppel a nyakadba szaladgáló külföldi. Uh-huh. Tehát, hogy... Más kultúrkör. Nem is a kultúrkör, hanem ezeken a helyeken ugye elég erős a rendőri katonai jelenlét, nem is nagyon lehet és nem is nagyon illik fotózni sem azokat a helyeket, sem azokat az embereket, és eleve egy kicsit furán néz ki, amikor valaki egy bazi nagy fényképezőgéppel a nyakába szaladgálott, és ráadásul még indokolatlan is, mert ahhoz, hogy ilyen snapshotokat csinálj, ahhoz nem kell a világ legcsodálatosabb fényképezőgépe. Tehát egy legegyszerűbb kicsi kompakt is. És itt most tényleg nem a gépek dicsőítéséről van szó, hanem emellett, hogy a több-több Olympus gépem közül mélypont ezt sikerült zsebre raknom, ez volt a legkisebb. Ez foglalja a legkevesebb helyet? Így van. Legkevesebbet kellett miatta aggódni, minden álló, mondjuk ehhez képest sikerült szétütnem a kijelzőjét. Igen, ezt a Riad előtte nekünk említette, hogy leejtetted, ugye? Nem. Egy ilyen snorkelezéshez, buvárkodáshoz való úszóstég, egy hosszú, nem tudom, a Vöröstengernek ez a része, sárnak ugye a Sínai félsziget déli részén, ott elég sok helyen úgy lehet csak bemenni, hogy hosszú stégeken is. Ezek vagy építettek, vagy úszósték. Most nem tudom, hogy nagyon erős hullámzásba próbálkoztál már úszóstégen. Nem volt még szerencsém. De én javaslom egyébként, hogy próbáld meg. Lehetőleg egy minél nagyobb fotós felszerelésre a nyakadba, de csak olyat vigyél el, amit nem sajnálsz. És rajtam volt ugye ez a kis úszó csuklópánt, meg ez a saját csuklópántja, és próbáltam föltenni, amíg föllemászok a vaslétrán a végén, ide tenni az alkalomra a gépet. Hát nyilván kapott egy akkora hullámot az egész rendszer, hogy örülök, hogy nem a fejem volt az, ami kapta a vaslétra szélét, de ahhoz képest egyébként, hogy egy vaslétra széle volt, ha megnézed, egy ilyen egészen pici kis kagyós repedésnek tűnő valami van. Ez volt körülbelül az utazásnak a második napján, és a csattanásnál én azt gondoltam, hogy na, akkor ezt el is rendeztük, ezt az olimpuszos... Várjunk csak.
Nem, ez már OM System. Ez már OM System. Igen, ez már a hetes. Csak a lencsevédő, ami rajta van az UV szűrőn, azonban még nagy Oli felirat. Mindegy, szóval, hogy ez volt a nagy OM System-es utazásnak az eleje is, meg a vége is egyben, mert a csattanás semmi jót nem ígér, de na, nagyon szépen túlélte. Sivatagba kint, ezt is szerintem mondtam neked, zuhannyal kellett utána kiveretni belőle a port, meg igen, a rettenetes por volt. Nem tudom, talán majd rakosgatjátok be a fotókat. Fognak bekerülni, szóval voltak olyan, voltak olyan helyszínek, hogy nem biztos, hogy valami mást elvittem volna magammal, de még talán egy mobiltelefon se. Ugye, ebben megint nem akarok nagyon messze elmenni. Tényleg még a végén azt hív valaki, hogy ez egy szponzorált videó. De nem, abszolút. De egyébként nem. Hogy amire azt mondják, hogy de a mobiltelefon... Én nagyon sok review-t végignéztem egyébként erről a TG-ről, mielőtt rámozdultam volna, egy kíváncsiságból. Erről is beszélgettünk pont itt a felvétel előtt, hogy azért elég hasonló csatornákat szoktunk nézni, főleg külföldieket. És valahogy arra a vonalra volt fölhúzva a dolog, amikor ezt a gépet reviewzták, hogy nem is annyival sokkal jobb a hatosnál, meg hát ez csak annak való, aki nem tudom, hegyet akar mászni. Csupa olyan promó videója van, hogy mászál a jégbarlangba, ugorjál fel a hegytetőre, búvárkodjál a nem tudom hol, pedig egyébként szerintem tökre nem erről szól ez a gép. Legyen nálad egy pici gép, amiatt különösebben nem kell aggódni, baromi sok fotót lehet vele csinálni, és a mobiltelefonra visszatérve, az volt a másik visszatérő ilyen konklúzió egy csomó reviewnak a végén, hogy hát a mobiltelefonod jobb fotót csinál. Hát igen, amennyiben 500 000 pluszos mobiltelefonban egyrészt. Előzetesen mi beszéltünk a videót megelőzően. Tehát, hogy... És ugye ennek most a fogyasztói ára jelenleg 230 000 forint, azt hiszem. Már nagyon durva reklámszagú ez a dolog, Robi. Nem, hát igazából ugye most lesz is egy akció, amihez most a képeit ki is kerültek, ugye? Nem vagyunk messze attól, amikor itt szétnyitod az ingedet, hogy... és vannak hozzá különböző. Csak nálam, csak most, csak itt. Csak itt, csak most kapható kiegészítők hozzá. Amúgy egyébként, és a mobiltelefonra visszatérve, szóval eleve ahhoz, hogy jó képeket csinálj egy mobiltelefonnal, ez a jó, ez most nagyon messze nem akarok elszaladni ezzel a témával, más az, hogy mit tart a közízlés fú, de szép képnek, és azért ránézel és látod rajta, hogy hát én nem hiszem, hogy ez a kis körömnyi optika egy ilyen 18 fényértékes dinamika tartományú képet csak így pitty-putty lefényképezett, tehát ott azért a nagy részét, és nem vagyok a mobiltelefonos fotózás ellen, sőt, ez jó, hogy egyre több embernek kerül a kezébe olyan eszköz, amivel tényleg semmit nem kell csinálni, csak így ilyettedben nagyjából a téma fele fordítod, és rátanyerelsz a gombra, tuti, hogy a szoftver fog találni benne egy olyan képet, amire utána azt mondják, hogy de ügyes vagy, milyen jó képet csináltál. Az egy másik dolog, hogy vannak olyan bolondok, mint én, aki még így szeretek megfogni a kezembe egy gépet, szeretem, hogyha vannak rajta mindenféle kütyük, amiket csavargatni kell, és még ezen is vannak kütyük egyébként, annak ellenére, hogy szerintem egy nagy failure, aki azt gondolja, hogy probléma az, hogy ezt nem lehet full manuál módba használni, nem azok a szituációkban használod ezt, ahol full manuálba kéne használni. Ugye van ezen full automata, van programautomatika, meg itt van gyakorlatilag egy rekeszelő választó mód rajta, meg két custom mód. A két custom egyébként a nagy varázslat. Uh-huh. Azt szoktad te használni? Hát figyelj, hogyha így érdekel, hogy szoktam használni. A custom 1, custom 2-re van tárolva kettő mód, ugye mivel nem lehet rajta záridőt állítani, viszont az autó izónál be lehet állítani, hogy milyen izó, tehát mi legyen az a minimális záridő. Nem, nagyon lehet rajta állítani, nem? Vagy rekeszt lehet, záridőt egyáltalán nem. Záridőt egyáltalán nem lehet? Egyáltalán nem lehet rajta állítani. Viszont be lehet állítani az autó izónál, hogy mennyi legyen a minimális záridő. Aha. És ugye van az a szitu, ahol kell egy minimális záridő, van ahol meg nem. Hm. És gyakorlatilag nekem a C1-re be van rakva, csak a színmódból kiválasztható HDR, itt majd nyilván látok, amire mondtam neked, hogy amit találsz olyat a fotók között, hogy valószínűtlenül kék-ég van rajta, azok a HDR módjával készültek. Ezek is jól sikerültek, olyan őrülten nem akarok csapongani, de
talán az első olyan gép, főleg ilyen picibe a kezembe, amivel úgy is lehet, hogy mondjuk egy robogó autónak az ablakából lehet HDR-t fotózni, úgyhogy egyébként elmenti hozzá a nyersfájt is. Nem tudom, hogy ez, nem tudom, hogy ez, hát most előny, nem előny, minden esetre lehet vele HDR fotókat csinálni. Én azért csináltam vele egy párat, hogy lehessen látni, hogy lehet vele HDR fotókat csinálni. Egyébként nem ez a normál felhasználása. A lényeg az, hogy az egyik custom-ra el van mentve ez, a másik custom módra pedig el van mentve az, amikor be van állítva az ISO-nál a minimum záridő, és a sima program módnál, meg egyébként ugye az igazi fotográfus csak manuálba fotóz. Így van. Egy fenét. Egy fenét. Nagyon jó automatika van benne egyébként. És azokban a szitukban, amikor, nem tudom én, snorkel felszereléssel a nyakadba, kis pipával a szádba, küzdesz az életedért mondjuk egy ilyen mozgó műanyag stégen, nem biztos, hogy azzal lenni elfoglalva, hogy te most manuál módban megnézed, hogy biztos, hogy nem égnek-e ki a csúcsfények, hanem egyszerűen csak bevágod valamelyikbe azok közül, a módok közül, és így, hogy nagyjából amit választani kell, az rajta van egyébként ezen a tárcsán, abszolút egykezes üzemmódban is használható, és bármikor vissza lehet dugni a zsebedbe, vagy elő lehet rántani a zsebedbe. Vízzel levitted egyébként itt a nyaralás alatt? Levittem. Nem vagyok egy nagy víz alatti, sőt, semennyire nem vagyok víz alatti fotós, de nyilván kattintottam bele néhányat. Küldtem nektek ugyan képeket, de mert ugye ez egy olyan utazás volt, ahol barátokkal voltunk, a képeknek a zöme, ami a géppel készült, az pont nem küldtem át, mert nem azért, mert olyasmiket ábrázolnak, hanem nyilván az ember, tehát nem az a cél, hogy most itt a nyaralási, az öpörködési fotóinkat megmutassam, de egyébként ebbe zseniális, tehát nyugodtan be lehet vinni magaddal a medencébe. Jacuzziba, bárhova. Bárhova be tudod magaddal vinni, ledobod, földobod, ide rakod, oda rakod, és az az igazság, hogy tényleg nagyon jó bírja, ahogy egyébként a zuhanyos mosást is egy ilyen kicsit koszosabb nap után, és aztán most már nem térek többet vissza a mobiltelefonra. Lehet, hogy jobb, látványosabb fotókat lehet csinálni egy mobiltelefonnal, ha már a megfelelő árkategóriájú, viszont majdnem biztos vagyok benne, hogy azt az árkategóriájú mobiltelefonodat nem szeretnéd oda elvinni, ahova ezt elviszed. Vagy nem szeretnéd, mint én például csináltam vele azt, hogy amikor az unokáimat fotózgattam, ugye az mindig nekem egy ilyen a szívemnek nagyon kedves program, simán a 2 éves unokámnak is a kezébe lehet nyomni, és olyan igazán nagy kárt nem tud benne tenni. Nem sajnálja annyi az ember, hogyha... Nem is a sajnálás, hanem hogy valóban nem nagyon fog tud vele benne kárt tenni, és van egy gyönyörű sorozatom egyébként, amit a két unokám csinált egymásról ezzel a... Azt nem mondom, hogy nem kellett válogatni belőle, azért a kisebbiknek mondjuk a lábfeje indokolatlanul sokszor szerepelt rajta, ahogy csak annyit élvezett a dologból, hogy hányszor megnyomta, elvillant a vaku, ugye... Nagyjából. Viszont egyébként látszik, hogy a nagypapa vére, mert megfogta ezt a gépet, amin egyébként nincsen kereső, és az első mozdulata ez volt. Belenézett. Hogy belenézett. Lehet, hogy látta már tőlem korábban, de... Milyen érdekes, hogy ez így reflexzerűen már a kisgyermeknek is ez lenne a kezdő mozdulat a fotózásnál, hogy bele akar nézni a fényképezőgépbe. Cuki volt. Tényleg még visszatérve erre a gépre, szerintem, tehát, hogy nem biztos, hogy feltétlenül mindenki oda pozícionálja. Ahol egyébként most úgy az emberek gondolnák, igen. Létezik. Nem azt jelenti, hogy ez a világ legjobb gépe, vannak komoly korlátai, viszont ha van annyi minimális technikai tudásod, vagy nevezd tapasztalatod, vagy nevezd, aminek akarod, akkor nem fogsz majd akarni olyat csinálni vele, amire nem való. Tehát a helyén kell kezelni. Tehát tudni kell, hogy hol van ez a kontextus, ahol ezt a gépet meg kell, hogy említsük. Mert... Tehát most azt mondanám, hogy nem tudom én sötét bőrű embereket fotózni éjszaka egy alagútba, nem. Tehát, hogy oda nem ez való. Vagy vigyél magaddal egy bazin, egy lámpát. Igen. Ugye mindenki minden gépnek el... Tehát elfoglalják magukat azzal, hogy hú, low light capabilities. Húha, hát ez nem jó ez a gép, mert hogy húha, nem lehet elég tágra nyitni a szemét, meg hát pici a szenzor, meg pici... És ezt is soha nem szoktam érteni, hogy miért akar valaki sötétben fotózni. Vagy mit. Tehát, hogy
Mi a feature abban, hogy minél sötétebb helyen, minél gyorsabban mozgó dolgokat szeretnénk világítás nélkül lefotni. Tehát, hogy miért kell, hogy legyen ilyen tulajdonsága egy fényképezőgépnek. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor mondjuk munkajelleggel kell ilyet csinálni. Tehát nem tudom, én egy félsötét bálteremben forgó forgatagról kell mondjuk egy munkaszerűen dolgozó esküvői fotósnak képeket csinálni. Hát nyilván azt nem egy PGG-tel fogja csinálni. Ha csak nem eléggé hardcore arc. Tehát, hogy... Igen. De nem, tehát az erre biztosan nem való. Bár hozzáteszem egyébként, hogy ha nagyon-nagyon, ugye, hogyha van fény, fényképezés, tehát fény, kép. Ha van fény, akkor van kép. Milyen szép, na most, beszélő nyelv a magyar. Igen. Na most azért ebbe is ez a kis, pici kis vakú, egy elég komoly megváltás, és már itt akár a mobiltelefonhoz képest is, valami... Nem akarok a technikai részletekbe annyira menni, mert 2.8-as kulcsszáma van, tehát hogy valamilyen egész viccesen hangzik papíron, a gyakorlatban pedig pont elég ahhoz, hogy amikor így ennyi hiányzik ahhoz, hogy valami egy kicsit be legyen derítve. Vagy mondjuk csinálhassa ilyen igazi retro style szanaszét vakuzott buli fotókat, ahol még egy piros is a szemáderikvensnek, és mondjuk ráírhatott, hogy 1980-ban készült. Arra tökéletesen alkalmas. És amit az előbb mondtam, ha van fény, van kép, egyébként kiválóan vezérli a kis vakú, úgyhogy TTL infókat ad egy kompatibilis, akár nagy vakunak is. Na hát, tehát, ezt nem is tudtam. Kérdezz rólam. Tehát, mint OM System-es nyugodtan kérdezz tőle OM System témába. Jó, nyilván csak viccelek, de egyébként a TTL információval együtt a kompatibilis Olympus vakut tudja vezérelni a kis vakúja. Tehát, hogyha az az őrület jön rád, hogy már pedig te szeretnél ezzel portrézni egy stúdióba, és megelégszel a 12 megapixeles végeredménnyel, amivel szerintem az esetek többségében azért meg lehet elégedni, mert a pixel sűrűsége van olyan, hogy egy egész komoly nyomatot is lehet belőle. Tehát nem csak slave módban működik a másik vakú, hanem hogy valamilyen módon... Átadja a fénymérési információt is, tehát elvillantja magát TTL-be, és a kompatibilis akár nagy vaku, tehát körbe vakuzhatsz egy helyszínt, és lehet vele kattingatni. Abszolút nem ez a felhasználási módja. Nyilván. Ahogy egyébként nem néznéd ki belőle, de még Olympus OM System fronton ugye megvannak a úgymond szokásos feature-ei. Tehát a ProCapture, a Live Composite, ezek gondolom megvannak. Így? Na mindegy. Szóval nem fogom elmondani, hogy melyik micsoda, mert szerintem ennek a beszélgetésnek igazából, nem ez a témája. Tényleg csak elég, hogyha felsorolod, itt majd úgyis lesz egy vágás majd emiatt. Ez már most nem Én ezt, Gábor, benne vagy nem, simán. Itt majd lesz egy vágás, de nem lett. Nem lett. Biztos, figyelj, miért nem lehet életszerű egy videó, és ezt most tényleg komolyan kérdezem. Tehát ez az elején, ahogy elkezdtük ezt az 5 perc marketing szavút, én ott kapcsoltam volna el erről a videóról. Tehát erősen marketing szagú lett az eleje, hogy én imádom, mert hogy én nagyon imádom, mert így imádom úgy, mert egyébként nem szponzoráltam, csak... De... Ezt elmondhatjuk már, figyelj, felveszünk egy másik felvételt, ahogy elmondjuk, hogy Landori járgyat te hozzánk. Ez nem szponzorált tartalom. Igen, mint a 90-es évek, és így ízlom a képernyő alja, ilyen, igen. Nagyon ilyen jazz-szal látul, és igen. Ez ilyen jó lesz. Meg lesz egy ilyen... Nem szponzorált. Töredék másodpercig lesz egy ilyen, hogy így vegyél cigit, vagy dohányoz. Nincs ebben semmi érdekünk. Nem, de. Ott lesznek tudod, az egykép kockányi ilyen kis tudatalattira ható bevágások, ahol a Rabi különböző ilyen OM System kiegészítőket tart a kezébe, hogy vedd meg. Na, egyébként, amit az előbb elkezdtem mondani, ugye ProCapture, Live Composite, stb. Ez a kis kép is tudja őket. Nem gondolom, hogy, tehát én például nem használtam. Tudom, hogy melyik micsoda, tudom, hogy hogy működnek, a nagyobb tesókon már próbáltam ki kíváncsiságból. Sőt, valószínűleg megvan az a szituáció is, amikor ennek hasznát veszed. Az a fajta computational fotográfia nem az a fajta, mint mondjuk a mobilokba, vagy ilyen okos eszközökbe, hogy nagyjából irányba fordítod, ilyette, de megnyomod az exponáló gombot, és akkor a szoftver meg kitalálja, hogy az nagyon jó nézzen ki. Igen, hogy az nagyon jó nézzen ki, kiválaszza a megfelelő pillanatot.
nem tudom én, csinál 9-18 akármennyi fotót és összeszereli belőle. Tehát gyakorlatilag az utómunkát megcsinálja helyetted előre, hanem ezekben az a fajta, ez a computational, milyen szép magyar kifejezés, computational photography. Tehát lényeg az, hogy az a fajta támogatás van meg, ami a fotózást segíti technikailag, és nem helyettet próbálja meg kitalálni a képet, meg színezni, meg dinamikatartományt növelni, meg egyebek. És egyszerűen csak jó tudni, hogy ennyire pici csomagban is benne van a zsebedbe. Tehát, hogyha nagyon nem bírsz ellenállni, és te úgy érzed, hogy most ezt csak ProCapture-re tudod megcsinálni, van benne. Van még benne tartalék, már a nyers képekből még ki lehet masszírozni valamit. Nagyon szeretne az ember. Az átküldött képek kapcsán is mondtam neked, hogy ez a képegek? Úgy vannak beállítva, tehát úgy szoktam vele fotózni, hogy RAW plusz JPEG, viszont a legesleg esetben szoktam a RAW-hoz nyúlni. Mm. Tehát, hogy így, én szeretem, amikor így JPEG-be, ez kész van. Tehát az egy fotó, elkészült, örülünk neki. Ha sikerült, boldogok vagyunk, ha nem, akkor meg kidobjuk. Tehát annak olyan, az már nagyon-nagyon érdekes eseménynek, vagy nagyon-nagyon, hogy mondjam, megismételtetlen pillanatnak kell ahhoz lenni, hogy valaki neki álljon egy egyébként borzasztó vacakú sikerült képet, hogy na majd én a RAW-ból ezt helyre állítom, mert úgysem fog sikerülni. Tehát, hogy úgyis valami ilyen nagyon fura végeredmény lesz a dolognak. Ez valószínűleg nem a TG7, vagy a kis szenzor, a keresztmetszet, hanem egyébként, elkészült produktum. Egyébként két fényértékig simán pluszba, minuszba is még visszahúzható. Vissza lehet húzni, igen. Illetve még a és ahhoz képest feketét, vagy árnyékokat, azt még vissza lehet húzni, hogyha nagyon akarja. A bebukott feketéről hosszasan beszélgethetnénk, szerintem nem most kezdjük el. Nem most. A nagy-nagy modern szupersteril gépekkel egyébként az egyik legnagyobb probléma, hogy valahogy mindenki azt gondolja, hogy nem kellenek árnyékok egy fotóra. Tehát megnézel egy mostani modern, vagy hogy mondjam, amire azt mondják, hogy fú, de szép fotó, egy darab árnyék nincsen rajta, mert hogy minden, hogy nehogy elveszem valami részlet, én kérdezem, hogy miért? Tehát, hogy nincs olyan a való életben, hogy valahova oda nézel, árnyékban van, és sötét látja, van, és nem látod. Dinamikai átfogásban ez a szenzor ezt meg tudja azt csinálni, hogy mégis vissza lehet húzni, vagy fel lehet húzni, és akkor... És akkor? Valahogy egyébként szerintem ez egy ilyen esztétikai kérdés, hogy az emberek nagyon hozzászoktak ehhez, hogy minden annyira ki van korrigálva, minden annyira színekben, élességben van, konzisztens, teljesen minden ugyanolyan. Most leírtad egyébként. Tehát, hogy A flagship mobiltelefonok fotóit most éppen leírtad. Ez így van. Tehát, hogy most ami kijött, hanyas iPhone-nál tartott, 16-nál. Sok. Megnéztem így a sample képeket vele, ugyanezt egyébként, mint a 14-es, 15-ös is, de hogy ilyen ott is ugyanúgy fel vannak húzva az árnyékok. Egyébként pont úgy hangzott, mintha azt mondanám, hogy fú, a mobiltelefonos fotózás nem jó. Borzasztó sokat fotózok mobiltelefonnal. Pont azt hiszem említettük, hogy amikor Izraelben voltam, annyira kicsi volt már a csomag, és annyira nem akartam feltűnést kelteni semmilyen fényképezőgéppel, hogy ott például mobiltelefonnal fotóztam végig az egész utazást. Kiválóan sikerült, nagyon jó. Túl sok karaktere nincs a mobiltelefon fotóknak, de utazás megörökíteni hibátlan arra volt. Az egy dokumentálás. Az éppen egy 14 Pro Max volt, ugye ez sem itt a reklám helye, csak ugye beszéltünk ezekről a típusokról, tehát semmi kifogásom nincs ellene, csak az nem az a típusú fotózás. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy borzasztó jól tudok fotózni mobiltelefonnal, az azt jelenti, hogy borzasztó sok pénzed volt egy borzasztó jó mobiltelefon megvenni, tehát hogy próbálj meg mondjuk egy 10 évvel ezelőtti mobiltelefonnal borzasztó jó fotókat csinálni. Egyébként lehet, mint filmes kamerával fotózni. Egyébként lehet, tehát egy 10 évvel ezelőtti mobiltelefonnal is lehetett kiváló fotókat csinálni. Fú, ez a kedvenc témám. Csak egy mondat. Filmes? Nem. Akár ez a gép, akár az a gép. Mindenhol elhangzik, hogy komoly limitációi vannak. Tehát, hogy fú, hát ez nem bírja a magas izót, by the way, rohadtul bírja. Most is a sorozatban, amit küldtem nektek, vannak olyanok, amik 5000-es izóval készültek. Na most valakinek azt mondanád, hogy 5000-es izó ezen
a szenzoron, mindenféle szoftveres magic nélkül, amit mondjuk egy mobiltelefon megcsinál, azt mondaná, hogy hülye vagy. Pedig nem, tök jók. Más vértizzadva varázsolra utoljára, utómunkával a szuper steril, szuper éles, szuper-szuper képére filmgrényt, hogy úgy nézzen ki, mintha. Mintha. Itt meg gyárilag szállítva van. Így van. És nem néz ki rosszul. Tehát nem ronda színzaj van rajta, hanem megint egy gyönyörű magyar kifejezés, luminance noise. Nem baj, majd feliratoztok utólag. Tehát, hogy ha van ez a fogalom, hogy szép képzaj, akkor kifejezetten szép képzaj van rajta. Tehát nem az a fajta zavaró, amikor a hangyák háborúját látod az elkészült fotó helyett. És aztán csak eljutok a kedvenc témámig, hogyha van valamiféle limitációja a fényképezőgépnek, és legyen ez bármilyen fényképezőgép egyébként, akkor mint egy rá vagy kényszerítve, hogy érdekes dolgokat fotózzál vele. Hát és, én ezt borzasztóan szeretem, mert ugye van az egyik megközelítés, hogy van egy ekkora teleobjim. Ez már 2 centitől hátra, mert mindent álmos. És ilyen bokegolyók vannak rajta, és megőrülsz. És azzal fotózol, kirohansz az utcára, és random valamit lefotózol, akkor mindenki azt mondja, hogy micsoda jó fotó, pedig semmi más nem történt rajta, csak baromi kicsi a mélységéresség, minden jól el van mosódva, ne adj Isten, még mondjuk szépen utómunkában megcsillantottad a szemét, akit lefotóztál, és mindenki elájult tőle. Na most próbáld meg ezt egy olyan géppel, aminek a végtelenben is tovább van a mélységéressége. Nagyon-nagyon szomorúan fog kinézni a végeredmény. Illetve lesz belőle egy ilyen átlagos turista fotó. És innentől fogva érdekes, ha belegondolsz, anno úgymond a nagyjaink, tehát a régi komoly fotográfusok is, ha megnézed, hogy milyen technikai feltételekkel és paraméterekkel fotóztak, milyen fotókat, szerinted ki a túrót érdekelt ott az, hogy ekkora mélységéresség vagy akkor? Ez csak mostanában ekkora divat, hogy, és azt mondod, hogy az emberek hozzászoktak, oké, szerinted ettől érdekes mondjuk 150 darab tök ugyanolyan fotó? Mindegyik tűéles, mindegyik hibátlan, egyiken sincs bebukott fekete, kiége. Egyébként direkt küldtem, külön a tekedben ér, küldtem most a sorozatba olyan fotót, ami nem hogy bebukott fekete, hanem koronfekete van, mert hogy a valóságban is az koronfekete volt. Tehát oda nézel a fényképezőgépen kívül a szemeddel, és hogy semmilyen részlet nincsen, tehát indokolatlan, utólag előhívni. Nem ugrik be, van egy, ami a feleségedről készült. Igen, azon is vannak úgymond bebukott feketék, ami nem bebukott, csak fekete. Csak fekete. Van egy, ami az autóból készült, egy behajló emberalakról. Igen. Ott is, hát nem hasonló szituáció, de ott is gondolom, hogy magas... Vannak fények meg árnyékok, és nem vagyok megőrülve a fény árnyéktól, sőt, ugye beszéltünk róla, hogy megvan egyébként a fotótechnikai képben, ebben a papírom is, végignyomtam a sulit, stb. Sok mindennek tekintem magamat, csak komoly fotográfusnak nem. Ezt most nem tudom, hogy mondjam máshogy. Tehát én ezt szeretem, élvezem, csinálom. Ez egyébként a másik kedvenc vesszőparipám, amikor mondják, hogy profi a fotós, ő meg amatőr fotós. Ennek semmi köze nincs egyébként ahhoz, hogy ki mennyire tehetséges vagy ügyes. Ez régen, én úgy tudom, hogy úgy volt, hogy van a hobbi fotográfus, van az amatőr, aki tud akár professzionális szinten is fotózni, de nem ez a fő kereseti forrása, és van úgymond a professzionális fotós, aki tényleg ez a megélhetési forrása, ez a fő kereseti. Itt, amikor mondtad, hogy professzionális szinten fotózni, ez szerintem egy ilyen fogalomzavar egyébként, tehát a professzionális szinten fotózás az nem azt jelenti, hogy nagyon jól tudsz fotózni, vagy nagyon tehetséges vagy, hanem hogy pénzért csinálod. Igen. És egyébként a pénzért csinálom fotósok között is van nagyon sok zseniális és tehetséges, és van olyan, aki nem annyira tehetséges. Vannak kutyaütők. Nem, ezt mondtam, hanem mondjuk esetleg szorgalommal próbálja megpótolni az adottságnak a hiányát. És az úgymond amatőr fotósok között is van olyan, aki borzasztóan tehetséges, ügyes, jó meglátásai vannak, képzeteknek, stb. Tehát a kettő között csak ennyi a különbség, hogy profi, aki pénzért csinálja, nem profi, aki nem pénzért csinálja. Én nem gondolom, hogy ez egyébként a fényképezés színvonalát jelenti. Az egy másik kérdés, hogy aki pénzért csinálja, és ezt csinálja 30 éve, őneki van egy olyan típusú gyakorlata, tapasztalata gépekbe, technikába, emberekbe, emberkezelésbe, szituáció meglátásba, ami
ami nem maga a profizmus, hanem az a hozzáértés. Uh-huh. Szakmai tapasztalat. Jó, mindjárt elkezdünk nyelvészkedni is. Inkább reklámként iszok egy fotópluszos bögréből egy kis kólát. Egy kis kólát, de nem mondjuk meg, hogy milyen kólát. Semmiképpen sem. Tiéd jó, vagyok. Eltértünk végül is. Mondjuk én voltam az elején, aki egy kicsit már eltért így a előre lefektetett... Arra gondolsz, hogy mit szabad mondanom, és mit nem, és... Ja, nem. Csak hogy így végül is már beszéltünk arról, hogy hogyan találkoztál a márkával. Beszéltél egy kicsit magadról. Nem tudom, hogy arról akarsz-e mesélni, hogy most jelenleg mivel foglalkozol. Ha nem, akkor nem. Az ősélményről arról végül is így beszéltünk valamilyen szinten, hogy már kisgyermekkorodtól fotóztál. Vonzott valahogy mindig, sajnos most is vonz még változatlanul. Tehát családban is fotózott valaki egyébként? Nem. Akkor te úgymond első generációsként jöttél? Ez így nekem nagyon beakadt. Tehát uh-huh. egészen kicsi koromban akkor ugye érdekelt, nyilván egy pici gyereknek érdekes volt, hogy hú, fényképezőgép, hú, és még fényképet is lehet vele csinálni, uh-huh. hát ez maga az őrület, ugye bőséggel a 70-es évek elejéről beszélünk. Uh-huh. Ugye én már nem vagyok annyira borzasztóan és szemtelenül fiatal, mint egyesek, akik velem szembe ülnek itt az asztalnál. A bátyám az 77-es születésű például, tehát így a korosztállyal, ami feltétlenül, hogy az egy tízessel van odébb, mint én. Hát amúgy meg jól tartod magad, ne haragudj! Az közel egy tízessel van odébb, mint én. De mindegy, nem akartam annyira a korról beszélni, későbbiekben pedig általánosba minden egészen kis, egészen pici gyerekkorom óta én nem ismertem az unalom fogalmát. Tehát, hogy nem is tudtam, hogy mi az, hogy unalom. Én mindig valami érdekelt, mindig valamivel foglalkoztam, technikai dologgal, egyebekkel. 80-as évek legelején már én a számítástechnikába voltam teljesen beleűrülve. Előtte általános iskolába, fotószakkörbe, ahogy volt egy ilyen, hogy fotószakkör, én azonnal mentem, hogy onnan jött ez a tudomány, hogy hol kell venni előhívó cuccokat, miért kell venni, hogyan, ott ugye megkérdeztem azt, aki már csinált ilyet, értett hozzá, majd eltökéltem, hogy lesz nekem, tehát az nem elég, hogy én bemeltek a fotószakkörbe minden héten kétszer délutánonként fotókat előhívni, meg nagyítani, hanem én ezt otthon is szeretném, és addig, amíg kitaláltam, hogy a akkorik is nagyon szűkös zseppénzemből, hogy lehet ezt összehozni, meg megcsinálni. Aha. Van egy ilyen, ez is lehet egy kicsit ilyen önös kérdés részemről, hogy maga a repülés amúgy hogy jött neked? Mármint az, hogy a hadseregbe bekerültél, már leve ezt szeretted volna. Ez egy nagyon egyszerű dolog volt. Általános iskola első osztályában, nem tudom, hogy még a ti írátokban is divat volt-e, adtak egy ilyen kis kettényítható kis füzetkeszerű valamit, rajta volt a te fotód, rajta volt az osztálynak a fotója, és akkor volt a hátulján egy ilyen kis kérdéssor, hogy a kedvenc virágod, ki a legjobb barátod, és mi szeretnél lenni a nagy beszél. Na most nekem ez még megvan, ez 74-5 uh-huh. körül készült, és az volt rá, hogy űrhajós. Tehát ez nekem már akkor be volt akadva. Aztán én katonai középiskolás voltam, katonai középiskolába jöttek anna az MHS-ből toborozni, MHS, nem tudom mennyire, tehát milyen korúak körülbelül a nézők, Magyar Honvédelmi Szövetség annó még létezett, és jöttek a Péri repülőtérről toborozni. Akkor még ugye nem tudtam, hogy ez a toborzás nem arról szól, hogy gyertek ki, mert mekkora happiness lesz kint a repülőtéren, hanem előválogattak úgymond, és elvittek minket a nagyon komoly orvosira, és amiután Győr-Sopron megyéből, hát azért elég sokan jelentkeztünk, elvittek minket Kecskemétre a repülőkórházba, és összesen ketten kaptunk olyan minősítést, amivel aztán később nagysebességű lehetett volna repülni. Most ezt, hogy hívják, úgy hívták akkor, hogy 1 per A, 1 per B, 1 per A nagysebességű, 1 per B az meg helikopter szállítóra alkalmasság volt. Mint később megtudtam, ez a felmérés nem arról szólt, hogy most mennyire vagy egészséges, hanem van-e még benne 15 év, tehát hogy... Ja, értem. Tehát, hogy szabad-e rád alapozni, kiképezni, belét fektetni, stb. És onnantól fog, amikor ez kiderült, plusz még a gyakorlati repülésben az MHS-ben volt egy úgynevezett nyári motoros tábor, ahol az Z-142-esekkel az egész országból egy helyre összegyűlve képezték azokat a fiatalokat, akik orvosilag alkalmasak voltak, és megint csak, mint utóbb kiderült, hát akkor ugye mit tett 17-18 évesen, én ezt csak borzasztóan élveztem.
Na, volt egy nagyon jó oktatóm, aki sajnos azóta már eltávozott, de ő szerettette meg velem a dolgot, ezt az egész repülés, hogy hogy kell ezt komolyan menni, hogy kell hozzáállni. Kimész a repülőtérre, akkor nem kisétálunk és beülünk a gépbe, hanem bizony le kell tenni azt a társadalmi munkamennyiséget az asztalra, tehát hogy ott kell lenni a repülőtér életébe, részt venni. Nagyon sokszor volt, hogy bérbe raklapokat pakoltunk, autógumikat pakolt, stb. Tehát, hogy fönn tudjuk tartani saját magunkat. Nyilván volt, nem volt annyira rászorulva a repülőtér erre, a PRM-hez repülőtér, de egy ilyen nagyon jó alapot adott a srácoknak, hogy aki ebbe bele tudott sorolni, és ezt élvezte, és ezt tetszett neki, és azt mondta, hogy igen, ez így van rendben, és elfogadta, az ma adott egy ilyen morális irányt, nem tudom, elég nagy képűen hangzik, de hogy be tudott illeszkedni ebbe a típusú közösségbe, és ott nyilván, aki nem bizonyult nagyon bénának, hanem a gyakorlati, hogy eljutottál az egyedül kirepülésig, tehát hogy képeztek addig, hogy egyedül repülhet. Ugye 17 évesen azért elég komoly élmény volt egy motoros repülőgéppel egyedül elmenni. De akkor már te tudtál is egyedül repülni? Hát ez volt a célja ennek a motoros tábornak, hogy először vitorlán, majd motorosan nyomtak, és egy olyan kiképzést csináltál végig, aminek a végén el lehetett menni egyedül repülni. Hát hatalmas élmény volt. Kiderült, hogy nem vagyok szuper tehetségtelen sem a dologhoz, és innentől fogva ugye a katonai középiskából viszonylag egyenes út vezetett a katonai főiskolára, a katonai főiskolában pedig az orvosi minősítésem meg az MHS repülés miatt egy ilyen viszonylag egyenes úton terelgettek a nagysebességű repülőgépezetés fele, amit egyébként egy pillanatig nem bántam. Nem bántad meg, hogy így alakult az élet. De nem az volt bennem, hogy persze űrhajós, meg szerettem volna, meg tetszett, de nem az volt bennem egész kisgyerekkorom óta, hogy már pedig én akkor is vadászpilóta leszek. Tehát ez nem. Hanem egyszerűen így. Így alakult. Véletlenek nincsenek, de így lettem, úgy látszik, telelgetve. Ezzel a témával volt nekem dolgom. Ez egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy és aztán hogy kerültem be a csoportba, hogy kerültem át másikba, hogy maradtam meg, amikor a Gerecsével lefejezték a fél légierő. Tehát, hogy sok-sok olyan volt, amire azt mondaná az ember, hogy véletlen, nem voltak véletlenek, mondom, valószínűleg ezzel nekem dolgom volt. És a civil életben jelenleg mivel foglalkozol, hogyha ez publikus? Különböző vállalkozásokat vezetek és tartok rendben. Nem gondolnám, hogy ebben ennél most nagyon sokkal mélyebben bele kéne menni, mert témaidegen mindenféle szempontból. Jó, persze. Jó, beszéltünk az egyiptomi utazásról. Konklúziót kéne vonni, hogy mik azok a tulajdonságok. Vennék-e OM System gépeket, ha nem lenne már egyébként is mind az enyém? Hát, ez a konklúzió, vagy? Ez bizonyosan úgy lenne egyébként a válasz, hogy igen. Árján. Még egy dolgot mutatok egyébként. Mutass nekünk. Egyiptomi út, tehát itt ez, amit látsz, ez volt a teljes fotófelszerelés, ami nálam volt. Tehát konkrétan a gép, ugye benne aksi kártya, és egy tartalék aksi és egy tartalék kártya. Tehát, hogy ez nem sok. Plusz egy ilyen, ez már a nagyon-nagyon komoly biztonsági berendezés. Általában azt szoktam csinálni, főleg ilyen utazásoknál, hogy minden este kikopom az SD kártyát, a telefonomra fölnyomom az összes fotót, és éjszaka szépen leszinkronizál egy felhő tárhelyjel. Tehát, hogyha gépel tűnne, kártya tönkre menne valami, akkor se vesszen el lehetőleg minden. Ez már csak az én bolondériám, aztán, hogy hazajövök és áttöltöm gépre a kártyáról a fotókat, akkor leszoktam törölni a telefonról, de ez így a tapasztalatok alapján nyújtott egy kis biztonságot, és hogyha így megnézed, azért ez egy vállalható csomag. Gyakorlatilag ez a táskának egy pici zsebébe teljesen elfér. Ez a szett így, ahogy ez van. Ez konkrétan a farmer nadrágnak a zsebébe elfér, ez meg elfér a másik zsebébe a farmer nadrágnak. Az már csak egy ilyen, nem is tudom, túl szofisztikált verziója a dolognak, hogy ezt beleraktam egy ilyen kis védőbigyóba, és bele volt dobva a hátizsáknak a tetejére. És akkor van a szett második része, vagy igazából a másik szett, amivel ki szoktál így menni fotózni. Ezt úgy hívom, hogy nyakbalkasztós szett. Nyakbalkasztós szett. Mert ez viszont annyi, hogy ez az egész cucc ennyi. Most ehhez nem hoztam el a tartalék aksit, de kb. Ugyanezt képzeld el. Egy tartalék aksi, egy tartalék kártya, egy pici hobi,
és ez a 17-1-8, ami úgy nagyjából mindenre jó, és a fém napellenző miatt tulajdonképpen lehet ütni, vágni, és szabadulókat egész nap a nyakadba. M10, akkor, hogyha nagyon-nagyon fotózás, tehát olyan típusú fotózás élményre vársz, hogy tekergethess kedvedre a cuccot. Technikailag egyébként ez sem a fotózás csúcsa 2024-ben, viszont mint fényképezőgép egy borzasztó kellemes dolog. Ebben az esetben nagy előny, hogy ennek egyébként van saját vakúja, amit ki lehet pattintani belőle. Ez egyébként az egyik legfontosabb feature-e, hogy nem kell külön vakut cipelgetni hozzá. Szeretem ezt is, ez a, ahogy az elején mondtam, ez a nyakbalkasztó szett. Hogyha annyira őrülten zoomolni távon kedved, akkor itt a 14-42, ami egyébként a kitje volt. Általában az a sorsa ennek az obinak, hogy megveszi valaki a géppel, és vagy földobja eladni valahol, vagy bevágja a fiókba. Szerintem kár, mert ahhoz képest ami és amekkora, ez egy remek jó objektív. És itt van ugye a... amikor már táskát is viszek magammal. Ez a táska. Aha. Ez a kis fotótáskás setup. Ebben van egy olyan, hogyha mégiscsak sötétbőrű embereket szeretnél fotózni egy sötét helyiségben, akkor van benne egy 1-4-es fényerejű optika. Most viccet félretéve, tényleg olyankor, amikor fontos, hogy tágra tud nyitni a szemét a szerkentyűnek, és van egy 12-45, egyébként ez egy OM5-ös. Ez már én azt gondolom, hogy mindenféle ilyen teljesen elvadult extra igényt is kielégít. Még nem a stackert szenzor van benne. Én lehet, hogy ilyen kis old school vagyok, de én nekem jobban tetszenek a fotói, a színei, és tehát hogy ezt szívesebben fogom meg, mint a legújabb modelleket. A stackert szenzornak azt szokott általában egy ilyen hátránya lenni, hogy picit kevesebb a dinamikai átfogása. Tehát, hogy lehet, hogy amiatt is mondjuk közrejátszik így a végproduktum, ami kijön a kamerából, így színek tekintetében. Nem nagyon szoktam egyébként. Tehát ez még egy mondat, nagy divat mostanában, valakinek mutatsz egy fotót egy bármilyen digitális eszközön, a legelső mozdulat az, hogy belenagyít egyet. És ezt így nem szoktam érteni, hogy miért. Annak idején, amikor ugye papír... Részleteket akarja látni. De hogy... Tehát, érteni nem értem. Tehát van egy fotó, azt meg kell nézni úgy, ahogy egy fotó. Hogyha mint fotós, vagy szerkesztő, vagy valami, meg akarsz nézni valami részletet, vagy ellenőrizni akarod, akkor te nyilván benne nagyítgatsz. De vajon egy fogyasztója a fotónak, vajon miért az az első mozdulat, hogy azonnal bele kell nagyítani? És mik vannak a részletekben? Annak idején egy papírkép, feleségemmel ez egy állandó beszélgetésünk egyébként, hogy nézd csak egy fotó. Tehát, hogy és kérdeztem tőle... Meglát valami részletet rajta, amit szeretne látni jobban, nem azért? Nem, megnézik az arcokat. Az arcokat nézik? Persze, meg. Hogy eléggé ki van-e. Mert ha van rajta egy pattanás, akkor rossz a fényképezőgép. Valóban. Tőle szoktam megkérdezni, hogy annak idején, mikor papírképek voltak. Bele szokottan egyébként? Akkor is mindenki egy nagyítóval, vagy egy dupéval a zsebébe rohangált, és mutattak neki egy fotót, hogy nézd milyen fotó, vagy egy fotóalbumot, akkor fölcsapott egy dupét, és leellenőrizte, hogy és tényleg tutira minden rész éles, és nincs rajta bebukott fekete. Ezt a bebukott feketét, ezt most megnyerted. Hát igen, ez nekem volt az elszólásom. Ja, bocsánat, ehhez a géphez még. Baromi jó automatika. -03, -07, tehát 1/3, 2/3 negatív expo kompenzáció. Nekem legalábbis ez a, ami bejött, és a képek is az összes úgy készült. Nem tekergetve minden egyes szituációba, hogyha olyan képeket akarsz csinálni, hogy tényleg meg akarod nézni, van rajta kis tekerentyű, tehát kiélheti magát, akinek van ilyen tekerentyű addikciója. És a tapasztalat az, hogy ugye kiégett csúcsfényt már sokkal nehezebb visszahozni, ha egyáltalán akarod. Direkt küldtem olyan fotót egyébként, ami olyan kiégett csúcsfény van, hogy ezt semonnan semmivel nem hozod vissza, és pont szemben van fényképezve a nappal. Kíváncsi lennék arra a fotómasinára egyébként, amelyik tud olyan dinamika tartományt igaziból
igaziból hogy a, is, nem trükkökkel. Igen, tehát nem száz képből összerakva, hanem hogy igaziból is tud olyat, hogy a szembesütő nap ne legyen kiégve. Lényeg az, hogy nekem az jött be, hogyha egy kicsit lejjebb tekerem az expo kompenzációt. Így, hogy most bemutattad ezeket a gépeket, amiket te is szoktál használni. És hogy tudjuk, hogy neked már azért több Olympus is, több OM System gép is megfordult a kezedbe. Mik azok a fejlesztések, amiket így úgymond elvárnál a márkától? Vagy mik azok az új feature-ök, amiket így esetleg más gépeknél láttál, és ugyanúgy úgy gondolod, hogy jó lenne, hogyha megjelenne egy OM System gépen belül is. Ezt nagyon gyorsan össze tudom foglalni, aztán legfeljebb kivágjátok. Lássuk, halljuk. Hogyha boltidegen csinálna az Olympus egy RX107-et. Sony RX107 megvan? Persze, megvan. Picike, mégis van rajta zoom, kipattintható vaku, kipattintható elektronikus kereső. Eldöntheted, hogy akarod használni vagy sem, zsebre akarod vágni vagy nem. Uh-huh. Tehát egy ilyen formájú és ugye méretű... Az RX107 az ugye a Sony line-upon belül ez a premium kompakt fényképezőgépet akarja rejteni. Nekem, prémium... nekem van egyébként, tehát az RX100 már 2-től volt több is, az RX107 most is jelen pillanatban időnként használatban van, tehát egy szintén tapasztalatból beszélek. Kipattintható vaku. Ennél megmondom őszintén, igen, lehetne, hogyha lenne még egy custom mód, akkor rá lehetne tenni azt, hogy és akarsz-e vakut, vagy nem. Mert így bele kell mindig bingizni. Igaz, hogy a gyors menüvel nem olyan bonyolult, de amikor tényleg az van, hogy előkapom, elrakom, semennyit nem akarsz bingizni a semmilyen menüvel. Főleg nem tűző napsütésbe, és mondjuk nem tudom én, bagi vagy quad vezetés közben. Tehát jó lenne, ha lenne rajta valamilyen gomb. Egyébként meg tényleg ez, hogy egy pici kompakt gép, a nagyon-nagyon ismételgetett közhely az, hogy mindig az a legjobb fényképezőgép, ami nálad van. Na most a OM1-em is van, az M1-en arról ugye beszéltünk van. Nagyon jó fényképezőgép, de csak akkor van nálam, amikor kifejezetten fotózni megyek vele valami olyan eseményre valahova. A hétköznapokban nem fogsz magaddal hurcolni egy nagyméretű gépet. A hétköznapokban vagy a telefonodat dugod zsebre, vagy valami ehhez hasonló méretű és formájú cuccot. Tehát, hogyha... Ebből kiindulva gondolod azt, hogy mondjuk egy ilyen prémiumabb... Egy prémiumabb kis kompakt. Az, ami jó lenne így az OM System ugye, berkein belül. Leica erre már egy kicsit fölébredt. Épp most beszéltünk, ugye van Leicám is több. Nem akarok most itt nagyon ebbe a márka dologba belemenni, szeretem azokat a gépeket is, nem nyúlok hozzá annyira gyakran, mint az Olympusokhoz, de pedig ahhoz is van obi, meg van mindenem, kicsi, nagy, stb. Ők ugye most a DL8-al, a Delux 8-al kihozták ezt a fajta vonulatot, a kicsi prémium kompakt. És be tehát, tudja tölteni ezt a szerepet. És most ez ilyen nagyon nagy reneszánszát éli, ugye a kompaktokat lemészárolták a mobiltelefonok, amikor sokan megjelentek. Sokan keresik őket egyébként. És most éli egy reneszánszát, jönnek vissza, és nem véletlenül, mert ahogy az egyik legsűrűbben használt gépen mostanában ez, tényleg pusztán azért, mert hogy mindent kibír, már elég jó ahhoz, hogy remekül lehet vele fotózni, jó az aku ideje, jó, tehát gyakorlatilag fotózás, van benne egy optikai zoom, ami egy mobilban nem nagyon lesz egy szabadon állítható optikai zoom. Van rajta egy kincs, ami egy vaku, ami mindegy, hogy milyen pici, de egy vaku, és ott van, és nem kell külön rábingizni, és nem kell vele vacakolni, hanem ott van készen áll. Tehát egy ilyen olyan fajta prémium kompaktot, ami ennél akár egy icipicivel nagyobb is lehetne, de esetleg, ne adj Isten, van rajta egy nézőke, akár kipattinthatóba, akár milyen módon, csak egy valami pici, hogy tűzőnapsütésbe vagy kicsit már a koromról az előbb beszéltünk, de nem annyira szuper jó szemekkel is lássa az ember, hogy mit készül vele lefotózni. És valamiféle zoom átfogás. Nem kell őrület, a Leicán is van 24-75, azt hiszem. Tehát 24-75-ek van is egész pontosan. Nem kell annál sokkal nagyobb. Tehát nem várja el senki egy pici zsebképtől, hogy legyen rajta egy 300 milliméter. Egy telezoom, vagy igen, bármilyen igen. Más hasonló.
Na mindegy. Optika. Szóval innen is csókoltatjuk az OM Systems képviselőt. Természetesen egy hangot nem fognak ebből meghallgatni, de álmodozni attól még lehet. Hát minden esetre, hogyha... Hát, ha innen merítik majd az ikletet. Figyelj, a következő géphez. Azzal a tudománnyal, a tapasztalattal, ami nekik van, azzal az örökséggel, amiket ugye az OM System megörökölt az Olympustól, kiváló minőségi optikákkal, egy csomó olyan fejlesztést annak idején, amit nem is tudják sokan, hogy ezt az Olympus találta ki annak idején először, és vezette be ez a szép magyar kifejezéssel a computational photography-nak a különböző dolgait, ez a ProCapture Live Composite, és ez a sok-sok érdekes automatizmus, ők találták ki annó. És biztos, hogy megmaradt a tudomány ahhoz, hogy tudnának valószínűleg egy olyan prémium kompaktot csinálni, amit ha zsebedbe bedugsz, akkor már sokkal több, tehát sokkal élvezetesebben tudsz fotózni, mint egy mobillal, sokkal több karaktert tudsz adni esetleg a képeknek, és mégsem kell magaddal cipelni mondjuk egy fotóstáskát, vagy egy látványosan fityegő fényképezőgépet a nyakadba. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt az adást is, köszönjük szépen Landon Riárdnak, hogy eljött hozzánk. Én megköszönöm, hogy meghívtatok. Amennyiben tetszett a videó, akkor kérjük, lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük!